Nyilván célok azok vannak, konkrét eredmény az nincs megfogalmazva, szeretnék egy nagyon jó teljes szezonnal kezdeni, majd január végén fogok először versenyezni, és nyilván a márciusi feltárási világbajnokság is egy fontos mérföldkő lesz a 2022-es évben. Utána nyilván lesz világbajnokság, viszont mi úgy tervezzük, hogy az Európa-bajnokság lesz a fő verseny, a fő cél, és a VB-t már meglehetjük, hogyan tudjuk ebbe az eléggé sűrű menetrendbe beleilleszteni. Az is felmerülhet, hiszen hogy a hallgatók is értsék, augusztus közepén, második felében lesz ugye ez a bizonyos atlétikai Európa-bajnokság Münchenben, a szabadtéri, és előtte júliusban, ha jól mondom, az Egyesült Államokban a világbajnokság. Tehát lehet, hogy oda nem is mész el, az is benne van a pakliban? Benne van a pakliban, én nyilván nagyon szeretnék elmenni, de mérlegelni kell, hogy megéri-e, mennyire éri meg egyáltalán utazni, hiszen Oregonban lesz, úgyhogy eléggé messze van. Úgyhogy ezt majd szerintem, ahogy elkezdődik a szabadtéri szezon, akkor fogok tényleg mérlegelni, átbeszélni, hogy megéri egyáltalán bevállalni ezt a versenyt. Maradjunk még akkor a hamarosan, mondtad január végén ugye már lesznek versenyek számodra is, tehát a fedett pályás szezonnál. Ebből mit lehet majd kihozni és átmenteni, ugye 60 gátról beszélünk, nem pedig 100 gátról, mint szabadtéren? Nyilván nagyon sok mindent lehet, kicsit más a kettő, hiszen ugye 60 gáta sokkal rövidebb, viszont egy nagyon jó erőpróba, egy felmérés, hogy megnézzük, hogy hol tartunk, és mi az, amit esetleg változtatni kell majd, ahogy megyünk bele a szezonba. Úgyhogy én mindig ezért nagyon várom a fedett pályát, hogy tényleg egy így megszakítja kicsit a felkészülést, és nekem is egy visszajelzés, hogy hol tartok, hogy min kell javítanom. Lelkileg most milyen állapotban vagy, hogy érzed magad? Azért túl vagy egy olimpiai esztendőn, és egy nehéz 2022 előtt állsz. Én 6 hétig pihentem a szezon után, úgyhogy ez eléggé hosszú pihenő volt, úgyhogy még nem tartok ott, ahol általában ilyenkor tartani szoktam, hiszen bő hónappal később kezdtem el a felkészülést, de úgy érzem, hogy nagyon jó úton haladok, és tényleg nagyon élvezem az edzéseket. Nagyon sok mindenben úgy érzem, hogy sikerült előrelépnem, sikerült kijavítanom apró dolgokat, úgyhogy így bízom benne, hogy mire oda kerül a sor, hogy tényleg versenyezni kelljen. Addigra a Nápolyban leszek, hogy olyan időt tudja futni, amit szeretnék. Viszont ugye a fedett pályás világbajnokság az március végén van, úgyhogy nem kell sietnünk egyáltalán. Az első pár versenyt úgy fogjuk fel, teljesen edzésből megyünk bele, a felkészülés részeként tekintünk rá. Jövőre lesz ebbé, idén csak VB lesz. Covid-tól mennyire kell tartani, vagy ezt most úgy el tudod már engedni? Tehát, hogy azért figyelve a híreket, csak-csak elmaradnak még sportesemények, mondjuk más nem mondjak, januárban a Nemzetközi Jégkorong Szövetség semmilyen világbajnokságot, semmilyen korosztályost sem tud megrendezni. Én azt vettem észre az elmúlt szezonban, tavaly fedett pályán és meg szabadtéren, és így próbáltak tényleg teljesen alkalmazkodni a helyzethez. Megtartottak nagyon rengeteg verseny, nyilván megfelelő intézkedések mellett, úgyhogy én bízom benne, hogy a jövőben is így marad, hogy akár teszttel, akár oltással, de meg tudják tartani a versenyeket. Csak a szurkolók azok nagyon hiányoznak, hát ezért volt jó a Gyulai Memorial, ahol emlékeim szerint Fehérváron ugye mindig remek a hangulat. Covid ide, Covid oda. Igen, Fehérváron is, meg a szezon vége felé már egyre több nagyobb versenyen is beengedték a nézőket. Most úgy tudom, hogy a fedett pályás világbajnokságra is úgy tervezik, hogy lesznek nézők. Úgyhogy nagyon bízom benne, hiszen nekem Zürichben a Diamond League döntőn így tudatosult bennem, hogy nekem mennyire hiányzott amúgy a közönség, és nem is tűnt fel ugye szezonban, mert annyira hozzászoktam, hogy mennyire jó az, amikor tényleg ott van egy teli stadion ember, és szurkolnak. Mert hogy azért csak nyomasztó lehet, mondjuk egy tokiói olimpián, de akár a Zürichi stadionban, az is egy legendás helyszín, amikor nincs néző, és hát szinte mindent lehet hallani, csak nem a szurkolókat. Igen, nagyon vicces volt, hogy Tokióban, üres stadionban Lacibának a szokott is fütyülni nekem, azt meg tudtam hallani, úgyhogy ez sem minden nap, hogy egy több tízezer stadionban hallani lehet egy kis szó, de igen, nyilván egy idő után hozzászokik az ember, de azért jobban szeretek én is nézők előtt versenyezni, és tényleg a nézőknek sem ugyanaz tévéből szurkolni a kedvenceknek, mint a helyszínről.